Sok szeretettel köszöntöm nézőinket és stúdiónk vendégét, Zakar Ágnest, a Város Oktatási és Kulturális Bizottságának elnökét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a meghívást. Hamarosan véget ér az iskola, most már tényleg csak pár óra van vissza, és mint gyakorló pedagógus is sok tapasztalatot gyűjthetett az elmúlt egy évben, nem csak mint bizottsági elnök. Hogy látja most az elmúlt egy esztendőt, mennyire sikerült jó évet zárni az iskolákban? Én azt hiszem, sokat beszéltünk itt ugye a 2014 elején belépő, illetve 13-tól elkezdődő nemzeti köznevelési törvényből fakadó változásokról, hogy mostanra beálltak a dolgok, illetve lassan beállnak a dolgok. Ilyenkor júniusban azért a pedagógusok is optimistában tekintenek vissza az évre. Én egy eredményes évet vélek, és a városlakóknak úgy próbáljuk ezt kézzelfoghatóvá tenni, hogy ilyenkor az újság, a Szentendrés vidéke újság közepén a Szentendrés iskoláknak az eredményeit tárgyaljuk oldalakon keresztül, hogy mik azok a versenyeredmények, ahol a legjobb diákok jeleskedtek, ki, melyik tanároknak köszönhetik a felkészítést. Persze ez egyfajta kirakat, hiszen nem csak erről szól az oktatás, szól a leszakadó gyerekek felzárkóztatásáról, és a legnagyobb számú gyerekeknek, akik nem biztos, hogy jeleskednek, az átlagos normál gyerekeknek a felkészítéséről és a nagybetűs életre, illetve a tantárgyak átadására. Hát egy nevelőoktató munka, amit mi végzünk, és a napi most már ugye 8 órán kívül, tehát a heti 32 iskolába töltött órán kívül azért nagyon sok mindent teszünk oda, ami szerintem a szülőknek is nagy öröm, a város pedig köszönettel tartozik a pedagógusoknak. Nagyon szép nemzeti ünnepi megemlékezéseket láthattunk városi szinten is március 15-én, október 23-án. Aki mit tud, az mindig fergeteges tükörkép a gyerekeinkről, a városi népdalverseny, tehát számos olyan esemény, vagy a Néptánc Együttesnek a gálán, ahol rengeteg szentendrei gyerek van, számos olyan esemény, ami azt mutatja, hogy jó a nevelőmunka, amit itt ugye a közel 15 intézményben a 6000 körüli gyerekkel nap mint nap végzünk. Az a munka, az biztos, hogy itt Szentendén bátran mondhatom, mint benne lévő is, és kívülről szemlélő is, hogy eredményes. Olvashatjuk tehát a Szentendre és vidékében, hogy a gyerekek hogy teljesítettek, de most a pedagógusok munkáját is elismerték a pedagógus napon, ugye többféle kitüntetést is átadtak a Városházán. Igen, ez mindig nagyon izgalmas. Megtelik a Városháza díszterme, sajnos mind a 700, közel 700 pedagógust nem tudjuk vendégül látni. Ugye ilyenkor fenntartótól, működtetőtől független az összes iskolai és óvodai dolgozót meghívjuk, illetve hát jelképesen képviselik őket, hiszen a Városháza díszterme azért korlátozott befogadó képességű. Én Csíksomlyon jártam pont a pedagógus nap alkalmával, de egy levélből üdvözöltem a kollégákat, és jöttek a hírek azóta is, hogy mennyire jól sikerült, és milyen hálásak a pedagógus napért. És itt köszönetet szeretnék mondani dr. Molnár Ildikó jegyzőasszonynak, Borbé Editnek, az új közlekedési referensünknek, Kozma Krisztinának, oktatási referensnek, Német Viktóriának és Fehér Júliának, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, hogy meg tudtuk méltóképpen köszönni a pedagógusoknak az évi tanévben végzett munkáját. Érdekes volt, ugye a Klebersberg intézmény fenntartó központ a fenntartója az állami fenntartott intézményeknek, és a Verebi Ákos úr, megbízott igazgató úr, a köszöntőn kívül egy zongora művel vendég, vagy lette meg a pedagógusokat, nagyon jól sikerült. Ezen kívül a Muzika Beáta kórusnak a produkciójában, és egy templomdombi kisdiák mondott verset a pedagógusoknak, és hosszan-hosszan köszöntötték az intézményenként 3 aktív dolgozót, illetve mindjárt mondom, hogy pontosan mennyi, mert fejegyeztem, 34 nyugdíjba vonulót, 7 diplomát, ez azt jelenti, hogy 50 évnél régebbi diplomájuk volt, és úgyhogy mindig nagy esemény az, hogy ki a városi pedagógiai díjas, és idén Torbáné Ballagó Zsuzsanna, a Bardzsai Általános Iskolának nyugdíjba vonuló igazgatóasszonya kapta ezt a kitüntető díjat. Az egész képviselőtestület egyöntetően állt mögé, és mind előterjesztő is nagyon örültem ennek.
ugye az iskola javaslatára, és hát nyilvánvalóan a város elismerését is kifejezi ez a díj. Ezen kívül miniszteri kitüntetést kezdeményezett a város Stári Kálmán nénak, aki a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolás Gimnázium nyugdíjba vonuló kiváló tanítónője, ugye igazgató asszony Molnári Reskovics Zsuzsanna javaslatára meg is kapta a minisztériumi dicséretet, valamint Orbáné Ballagó Zsuzsanna és Zakar Katalina Vujcsics Tihamér Zeneiskola igazgatója. És ezen kívül még szolgálati emlékérmet kapott a KLIK, tehát a Klébező Intézmény Fenntartó Központ Szentendrei Tankeretének javaslatára Gacsályi Lászlóné, Gergely Piroska, a Barcsay Általános Iskola igazgatóhelyettese, illetve kiváló pedagógusa. Most ugye kezdődik a szünet, hamarosan mindenki megkapja már a bizonyítványát, a legtöbb diák, gyerek mehet nyugodtan pihenni majd a nyári szünetre. A szülőknek viszont nem biztos, hogy annyira nagy öröm ez az időszak, hiszen meg kell oldani, hogy a gyerekek biztonságos helyen legyenek. Nyilván rengeteg nyári tábor van a térségben is, amit választani lehet, de akik ezzel nem tudnak élni, azok számára is van megoldás. Igen, igen, hála Istennek, ezt most már évek óta az önkormányzat fedez, illetve biztosítja, egy 4 hetes tábor a szülőknek segítségképpen, illetve mindazoknak a gyereküket ebbe az időszakba, tehát június 16-ától kezdik a szünet, 15-e, illetve 13-a talán a péntek, most hirtelen azt hiszem 13-a péntek, így van, és 16-ától kezdődik a szünet, még talán az évzáró az első héten, szünet első hetében van, hát az intézményenként változó. A lényeg az, hogy június 16-ától július 11-ig 4 héten keresztül, ugye ezt az iskolák meghirdették, itt is a 4 állami iskola, önkormányzati működtetés iskola, az Izbégi Általános Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Gimnázium, Templomdomb és a Barcsay Általános Iskola várja azokat a kisdiákokat, akiknek a szüleinek ez segítség, nem tudnák hová tenni. A heti díj 2000 forint ennek a tábornak, tehát nagyon méltányos, az iskolai pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, és az ebédet fizeti mindenki úgy, ahogy évközben. Természetesen aki ingyen ebéd, illetve több gyerekesként féláras ebéd, az ugyanazt a költségtérítést fizeti, és azt tudom elmondani, hogy hetente 60-70 gyerek fog részt venni, tehát összlétszámában nem tudom, hiszen még nem tudjuk, majd a végén számot vettünk erről, hiszen lehet, hogy valaki mind a 4 hetet kihasználja, valaki csak 1 hetet használ ki. Az iskolák többségében 2 hétig, és a Barcsay Általános Iskolában lesz 4 hétig ez a tábor. Hát ilyenkor nagyon jó programokat találnak ki a pedagógusok, gondolom V8 múzeum, amiben bővelkedünk, kirándulás, vagy kézműves foglalkozás, patak, játszás, játszótereinken való játék, és nagyon örülök annak, hogy hát volt ide, amikor, hogy úgy mondjam, önkéntes munká végezték ezek a pedagógusok, de most már talán tavaly óta, de lehet, hogy korábban egy nagyon szép tiszteletdíjat kapnak, tehát a pedagógusoknak méltányolja az önkormányzat ezt a munkát, de 1 millió forintot tett erre, különítette el erre a város, erre a táborra. Dolog érdekessége, hogy még meg se szavaztuk, és már egy anyuk az utcán megköszönte. Tehát a hírek ugye gyorsan terjednek, és hát nagyon örülök, hogy sok szülőnek és gyereknek ez segítség, ez fontos. Akkor lehet azt mondani, hogy pozitívak a visszajelzések, mondjuk abszolút, az elmúlt évekből? Abszolút, abszolút, egyértelműen. Hát ugye kinek, hogy és mint okoz nehézséget, tehát azért 10 hét az, valljuk be, hogy 10 hetes szabadsága, csak nekünk tanároknak van. Ugye a pedagógus napi köszöntőben is sütöttem azt a poént nagy derültségre, ugye, hogy mi az a 3 dolog, ami a legjobb a pedagógus pályán, a június, a július és az augusztus. Persze ez csak humor, de hát ilyenkor ugye a pihenését töltheti a pedagógus, de azon kívül hát nagyon keveseknek adatik az meg, tudjuk, nagymama, táborok, tehát a szülőnek mindig egy nagy szervezési feladat, és ezzel az önkormányzat, én nagyon örülök, hogy tud segíteni sok szülőnek, sok családnak Szentendrén. A nyárra azért munka is maradt, hiszen ebben az időszakban kicsit rendbe teszik
karban tartják az iskolákat, az intézményeket, és hát Izbégen tudjuk, hogy egy nagy munka is úgy tűnik, hogy elindul ezen a nyáron. Igen, és nem csak Izbégen, hanem az állami fenntartású intézményekbe. Ugye azért ismétlem ilyen sokszor, mert ezek az iskolák, a korábbi önkormányzatiak, azok még mindig önkormányzati működtetésben állnak. Nagy örömünkre, így ezért a Kőtök-Zsinór megmaradt, bár az állam fizeti a pedagógusok fizetését és az összes költséget, de az önkormányzat tartja fenn, működteti az intézményeket. Ugye az korábban említett 4 iskoláról van szó, és idén, hát és még ehhez, bocsánat, jön a zeneiskola, a nevelési tanácsadó, pedagógiai szakszolgálat, illetve a más intézmények. Idén 55 millió forintot tudunk költeni az intézményeinknek a felújítására, és ez azt hiszem, hogy elég szép, 40 millióról indult. Ugye már itt többször volt, hogy 20 millió környékén a tető, meg az egyéb ilyen létfontosságú javítások, most pedig 4-6 millió forintba, hál' Istennek most a templomdombon a cserépjavítás végretető, cserépjavítás, jól tudom, az történik meg, és nyáron, ugye ezt úgy csinálták az igazgatók Veszter Judit, illetve Puc Tamással együttműködve, akik a beruházásokért felelősek, hogy megjelöltek, kezdembe is tartom, fontossági sorrendben olyan munkálatokat, ami az iskola működtetéséhez szükséges, és ezeket rangsorolva kiválasztották most nyára, amik a legeslegfontosabbak. Hogy mondjak egy példát, a templomdombi általános iskolában már tartottunk épület cserépfedésének cseréje 7-8 millió, majdnem 8 millió forint összegben, vagy például lábazat, Izbégi iskolában lábazat szigetelés, és Barcsaiba is hasonló, Rákóczyba nagyon-nagyon várt a Zsuzsanna, Recskovi Zsuzsanna, a többször említett a konditerem, ugye ott a mindennapos testnevelést meg kell oldani, és nagyon rossz állapotban 5 millió forintért fognak felújítási munkák, a pedagógiai szakszolgálatok kísértékben tudunk, de tudunk segíteni. És hát a zeneiskola, amit mindenki észlel, hogyha ott van, most voltak a vizsgák, én is ültem ugye a gyönyörű Oltai Adrián teremben, fel van dúcolva, elég fegyelmezetten fogadták az ottani dolgozók, hogy sok választás nem volt. Már tulajdonképpen a tervezés megtörtént a tetőnek a javítás, az érdeklődtem, és 30 millió körüli lesz majd, tehát ez jövőre kerül felújításra. Most a pince szintnek a penészedés megszüntetése, amit akinek már a pincével gyerekének volt a zeneórái, gyönyörű zeneórái, az észlelte. Tehát ilyen munkálatok fognak a nyáron elvégződni, és mindjárt mondom, hogy mindegy 21 millió forint összegben. Igen. Amit viszont nem az önkormányzat finanszíroz majd, hanem az intézmény fenntartó, az több új tanterem is az Izbégi iskolában. Mennyire van erre nagyon nagy szükség? Ja, előbb akkor erre gondoltál. Tehát azt külön szerettem volna elmondani, hogy ugye örvendetes az, hogy még máshol sajnos nincs elég gyerek, nálunk szeretettel, meg örömmel választják a fiatal szülők lakóhelyükként városunkat. És ez is nagyon fontos, hogy nem csak a gyönyörű környezetért, hanem a jó oktatás, a jó óvodák, bölcsőde, iskola, középiskola, nagy a választék. És hát ilyeténképpen a gyerekek száma szépen növekszik. Tudjuk azt is, hogy a környező települések is szeretnek ide járni. Tehát rövidre fogva úgy tűnik, bár demográfiailag nagyon nehéz számolni, hiszen a betelepülők, a demográfiadatok, tehát ezt kiszámolni, hogy ki hogy mozog, ezt nehéz, de rövidre fogva azért most már például a Barcsaiban, jól emlékszem, 6 első osztály indul, de lehet, hogy 5, tehát nagyon-nagyon sok. És az Izbégi iskolában lesz egy intézménybővítés, ami hát remélem, hogy hamarosan elkezdődik, júniusra ígérték, de hát valószínű, hogy ott az év kezdete az építkezéssel zajlik, mert az elsősök száma megkívánja valószínűleg a jövőben, hogy egy-két tanteremmel bővítsünk, ott 5 tantermes bővítés lesz, ne felejtsük el, hogy így felmenő rendszerben is egyre több a diák. Érdekes, hogy maradnak most, tehát voltak kezdetben egy ilyen nagy vándorlás hatodik, negyedik, hatodik után ugye a gimnáziumokba, de most például Izbégen már a megszokott 8 helyett 10 felső osztály volt, és a többi általános iskolától is ezt hallom, tehát szeretik az általános iskolákat.
Ez ugye elalakban lesz a B-épület mellett ez a bővítés, és erre már az önkormányzat elkülönített 15 millió forint önrészt, hiszen itt hiába állami beruházás, az önkormányzattól várnak egy önrészt. Az Egres úti óvodaépítés pedig most friss adataim nincsenek, ugye megtörtént a kivitelező kiválasztása, várjuk az államtól a visszajelzést, hiszen tőlük kapott 190 millió forint ugye nem bizonyul elégségesnek, erről is többször beszéltünk, hogy a városnak vagy más forrásból tudjuk ezt a jelző összeget betenni. Ott is egy háromcsoportos bővítés történik majd. Az óvodában most tagja vagyok már talán 10-12 éve az óvodai bizottságnak is, ugye az önkormányzati dolgozókból, illetve az óvodavezetésből áll. Nagyon jónak tartottam, hogy Hajnal Szilvi a bölcsődevezetőt is, óvodavezető, azt mondja, meghívta a bölcsődevezetőt is, aki helyesen nézte, hogy a bölcsődében hogy alakul a létszám, hiszen ott is 155 körüli bölcsődés, hogy tudja fogadni az új bölcsődés kisgyermekeket, és volt elutasított, de nem olyan nagy számban. Ugye mindenképpen felvesszük a nagycsaládosokat, a hátrányos helyzetűeket, ezeket mindig, ugye kötelezzen az 5 éves kor fölöttieket. Hát most lesz a fellebezések ideje, hogy essen lévő otthon lévő anyukákat, illetve akik nem hoznak munkáltató igazolást, azoknak kérünk türelmet, mert férőhely hiány van. Valószínűleg az állam észlelte ezt, hiszen már évek óta akarja a 3 év köves kortól, már itt is többször beszéltünk, bevezetni a kötelező óvodajelátást, de hát ez képtelenség, és okosan írt ki pályázatokat arra, hogy ahol sok a gyerek, második kerület agglomerációt, először óvodát kell, infrastruktúrát kell teremteni, hiszen szívesen felveszünk mindenkit, csak ehhez megfelelő körülményeket kell teremteni. Ezt izgatottan várjuk, hogy mikorra lesz kész, januárra ígérik. Hát én szerintem jó, hogyha jövő tanévtől ott tudjuk majd fogadni a gyerekeket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor kellemes nyári pihenést kívánok. Köszönöm szépen én is. Nézőinek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!